Ezúttal a katolikus templom előtti területen és a Kovács Mihály általános iskolával szemben létesülnek újabb parkolóhelyek, amelyek a belügyminisztérium támogatásával több mint 150 millió forint értékben valósulnak meg. A fejlesztések nem csak a parkolókra vonatkoznak, hanem ezen felül meglévő utakat is felújítanak, valamint a zárt kerti utakon útalapokat hoznak létre. Szepesit Hibor polgármester örömmel jelentette be, hogy a kivitelezővel a szerződés aláírása már megtörtént, így a munkálatok hamarosan elkezdődnek.